Ez az egyik első az újonnan fejlesztett Icarus alvázon futó buszok közül. A prototípust az elmúlt 2,5 évben az Óbudai Egyetemmel közösen fejlesztette a fehérvári cég. Korábban 841 millió forintos Európai Uniós támogatást nyertek önjáró, elektromos, intelligens alvázcsalád fejlesztésére. A prototípusokat most mutatták be a sajtónak. Ez a fejlesztés, ez ugye mint ahogyan a alapcégküldetés is volt, tehát egy olyan alvázcsaládnak a létrehozására, ami kiegészíti tulajdonképpen az Icarusnak a kész autóbusz termékpalettáját. Ugye az a tapasztalat, hogy kész autóbuszban egyelőre, főleg elektromos járműben viszonylag szűk a piac. Viszont, hogyha megadjuk azt a lehetőséget, hogy karosszállókkal működjünk együtt, akik mondjuk már rendelkeznek megtervezett karosszériákkal, és rá tudnak települni a mi alvázunkra, ugye ez a jobbik eset. Tehát a most fejlesztett alvázra kis túlzással bármilyen felépítményt fel tudnak szerelni majd. Azon országok pedig, ahol az infrastruktúra lehetővé teszi az elektromos töltésű buszok használatát, potenciális vevőknek számítanak az Icarus számára. A buszokat kvázi modulárisan gondolják el a kedves vásárlók, és ennek próbálunk megfelelni, hogy egy stabil, jól működő alvázra gyakorlatilag bármilyen felépítményt rá lehessen építeni a vevő igényei szerint. Elképzelhető, hogy lesz olyan vevő, akinek konkrét elképzelése van, és akár kész szerkezete, amit ehhez tudunk igazítani, természetesen saját fejlesztéssel, de elképzelhető olyan is, hogy velünk terveztetnek meg felépítményt erre az alvázra. A 2,5 évig tartó fejlesztés során az Óbudai Egyetemmel működött együtt a cég, akik elsősorban kiegészítették az Icarus fejlesztését, modellezték az új felépítmény működését, de piacelemzéseket és kutatásokat is végeztek, ugyanakkor a busz informatikai rendszerét is ők fejlesztették. Olyan informatikai rendszert hoztunk létre, amely igazából valós időben tudja modellezni, illetve monitorozni a jármű állapotát, az aktuális adatokat figyelemmel lehet kísérni mind az üzemeltető, mind pedig az Icarus szervizei számára. Tavaszra már minden engedéllyel rendelkezik az új alvázra felépített úgynevezett MIDI busz, melyből nem kizárt, hogy a fehérvári hálózatba is kerül majd pár darab a város közösségi közlekedés fejlesztési programjának részeként. Erről már Fehérvár alpolgármestere beszélt. Ebben sokat haladtunk az elmúlt években, hiszen most már gyakorlatilag 8 év alá szorítottuk a buszok állaték a flottának az átlag életkorát, de szeretnénk ebben jövőben menni. Most készül, illetve már ki is próbálhattuk a MIDI busz, aminek tavasszal meg lesz minden olyan engedélye, amely alkalmassá teheti arra, hogy akár a közeljövőben a város a volánbusszal közösen vásárolhasson ebből. Meglátjuk, hogy milyen feltételek mentén és hogyan tudunk ebben előrébb jutni. A prototípusok legyártását követően az Icarus készen áll a sorozatgyártásra, hangzott el a felépítmények bemutatásakor. Ha igény mutatkozik rá, az újonnan fejlesztett úgynevezett MIDI buszokból éves szinten jelenleg 300 darab gyártására áll készen a vállalat, azonban nagyobb igény esetén kapacitás bővítéstől sem riad vissza a gyár.